Az hét. Mint az egyszer egyet, tudtam, egyszer csak eljön. Itt lesz hivatlanul, kérlelhetetlenül, fehéren, feketén, írva, nyomdatva, olvasva. A függöny most megsimogatta oldalon, mintha valaki érkezett volna. Pedig csak újabb, és pedig távolságok nőttek közénk. A beszélőről már nem is beszélek. A másik pedig egy fordítás, Charles Bukowski, Demokrácia. A probléma természetesen nem a demokratikus berendezkedés jelentő, hanem annak élő kis fogaskerekei. Egy utcán szembejövő ember, legyen férfi vagy nő, megszorozható 3, 4, 30 vagy 40 millióval, és belátott rögtön, miért maradnak a dolgok többnyire használhatatlanok számunkra. Ha meg lehetne gyógyítani az embernek nevezett bábokat, de átestünk számtalan politikai kúrán, és elég ostobák maradtunk mindannyian ahhoz, hogy mindig és újra azt reméljük, most épp ez a megfelelő gyógymód mindenre. Honfitársam, a problémát sohasem a demokratikus berendezkedés jelentő. A probléma te vagy. Kálkabai Lóránt után Dragomán György következik. Téli fa ünnep. A tábornok elvtárs képe egészen ovális alkúra volt vágva, és arany fenyőelkkal volt bekeretezve. Ahogy a két katona bácsi elvittem mellettünk, még az arany fenyőtobozokat is láttam. Meg is vettem Szándót, aki mellettem állt a kettes sorban, a kupolaterem mellett a folyosón, ahol vártunk, hogy nézzen oda, és utokban meg is kérdeztem tőle, hogy szerinte hogyan elhozták be a fenyőelkat és a tobozokat. Ő meg azt súgta vissza, hogy biztos nem igazi tobozok, hanem csak szobrászok csinálták az egészet a tábornok elvtársnak karácsonyi ajándékba. Halkan súgta, de dr. Pisztrolyától mégis meghallotta, és elkezdett kiabálni, hogy jegyezzük meg, hogy ez nem karácsony, hanem téli fa ünnep. De hiába kiabált, mert én tudtam, hogy hazudik. Mert tudtam, hogy az ajándékokat az angyal hozza, és nem a tábornok elvtárs adja, és oda is súgtam Szándónak, hogy én egyszer láttam az angyalt, és Szándó visszasúgta, hogy nem hiszi, és én erre azt súgtam, hogy de, ne higgye, de én akkor is láttam. Szárnya csücskét. Még otthon. Mama cínál és tata cínál. Még akkor, mikor még nem voltam itt a tábornok elvtárs palotájába. De elmesélni nem tudtam, mert akkor megszólaltak a harsonák, és kinyílt a kupolaterem ajtaja, és dr. Pisztrolyától azt mondta, hogy rajta, induljunk. Úgy, ahogy tanította, kézenfogva táncoljuk körül a téli fát, és énekeljük közben a hála éneket, amit tanított nekünk, amely megköszönjük a tábornok elvtárs jóságát, hogy a téli fa ünnep alkalmában megajándékozott a szaloncukorral és narancssal hazánk gyermekeit. Indulás. És akkor futottunk is már, és énekeltük is, hogy büszke fenyő délceg téli fa. De én belül azért csak azt énekeltem, hanem azt, hogy mentből az angyal eljött hozzátok. És az angyal szárnyára gondoltam, arra, hogy milyen kék volt akkor az utolsó karácsonykor, amikor még Mácival és Tetecival laktam. És a hálószobában vártam, hogy az angyal elrendezze az ajándékokat és a fát a nagyszobában. És a tengeres pálmafás fényképet néztem a Mamáci ágya fölött, és vártam, hogy elteljen az idő. És egyszer megmozdult a kilincs, és muszáj volt oda nézek. És tudtam, hogy a kilincset a másik oldalon az angyal fogja. És nagyon szerettem volna látni legalább a kezét, hogy milyen. Hogy tényleg olyan hosszú ujjai vannak, mint azokon a képeken, amiket a festményes albumon láttam. És akkor nagyon lassan oda mentem, és felemeltem a kezem, és megfogtam a kilincset, és tudtam, hogy nagyon meleg lesz, és nagyon meleg is volt. De annyira nem, hogy megégesse a kezem. És akkor a kulcsukra néztem, és tudtam, hogy nem fogom kibírni. És bemújtam a félszemem, és benéztem. És tényleg láttam az angyalt. És nem az angyalt, hanem csak a szárnyát. És nem az egész szárnyát, csak a szárnyának a csücskét. Kék volt. Pont olyan tiszta kék, mint a tenger a pálmafás képen. Épp csak egy pillanatra láttam, mert akkor megszólalt a csengő. És az angyal szárnya megrebbent, és hallottam a suhogást, és tudtam, hogy hús, elrepült. És akkor kinyílt az ajtó, és megéreztem az arcomon az angyal szárnyának a meleg szelét. És beszaladtam a szobába, és a fán lobogtak a gyertyák, és a csillagszorok sercegtek, és szórták a szikrákat, és lent a falat ott ment körbe egy kicsi villanyvasút. És a vagonok ablakai mind világítottak. Meleg sárga fénnyel. És Mamaci és Tetec énekelték a mennyből az angyal. És én is velük énekeltem. És az angyal szárnyára gondoltam, hogy milyen nagyon kék volt. És az arcomon még mindig éreztem a szárnyának a meleg szelét.
és ahogy beszaladtuk a kupolaterembe, muszáj volt erre gondoljak, az anyának a szárnyára és a szárnyának a melegére. És megint megéreztem az arcon ugyanazt a meleget, de hiába tudtam, hogy ez nem az, hanem csak a reflektorok fénye, mert a tévések nagyon bereflektorozták a kupolatermet, hogy az egész ország lássa a tábornok eltárs jóságát, mégis csak muszáj volt az angyalra gondoljak. És ahogy szaladtunk, felnéztem a karácsonyfára, és tele volt csomagokkal, és, banánok lógtak rajta, és nagyon sok. És a legtetején ott volt a tábornok eltárs ovális alakú képe. Abban az arany fenyőáll keretben. És akkor már hangosan is azt énekeltem, hogy menj be az angyal, és tudtam, hogy a nagy hasonlásban úgy se hallja meg senki. Én csak az angyalok fent a fejük között az égben. És tudtam, hogy ők biztos, hogy meghallják, mert tudtam, hogy még nem lehetnek messze. Mert tudtam, hogy csak ők foghatták meg, és ők tették fel a karácsonyfa tetejére a tábornokértás képét. Mert ilyen gyorsan senki, de senki se tudott volna felmászni a 20 méter magas karácsonyfa tetejére, mi létrával se. És ahogy futottunk körbe-körbe a fa körül, és énekeltük, én végig csak a tábornokértás képét néztem, és az angyalok kezén gondolkoztam, hogy vajon hol fogták meg az ovális arany fenyőből keretet. Tudtam, hogy ha fel tudnék oda mászni valahogy, és rátenném a kezem, akkor mindig érezném rajta az ő érintésének a nyomát. Tenyerük nyomának azt a nagy-nagy melegét. És akkor, ahogy erre gondoltam, láttam, hogy a távolon kettes kövel megbillent. Úgy, mint hogyha meglökte volna valaki. Először jobbra, aztán balra, úgy, mint hogyha ráznák, aztán az egész kép lefordult a fa tetejéről, és az állalkozott elkezdett esni lefele. Ide-oda lökte a fára felkötött csomagokat, és akkor mindenki megállt, és elhallgattunk, és a távolonkertás képét néztük, ahogy leesett, oda a fa alá, a kupolaterem márványpadlójára, az ovális fenyőgöl keret eltörött, de rendes darabokra, úgy mint a teáskannán törött szét, és belül egyáltalán nem volt arany színű, nem csak fehér volt, és akkor hallottam, hogy valaki a hátam mögött azt mondja, hogy szabotás. És a széttört tobozokat néztem, azt a szétrepett fehér gipszet, és azt gondoltam, hogy le kéne hajolni, és megfogni, mivel még melege, de nem mertem. És akkor hallottam, hogy dokkol pisztolyát hangosan azt mondja, hogy nem történt szabotás, hanem csak elengedett a ragasztó, és mit hallgatunk, énekeljünk tovább. Dragomán György után Kokoreli Endre következik. Királyi gyakorlatok. Király. Nem szeretnék lenni. A királyoknak gyakorlatilag nincs magánéletük. Állandó észnél lenni, folyton oda kell figyelni. Folyton figyelni nem lehet. Folyton köszöngetnie kell. Egy köszönőgép, egy kézfogógép. Akármelyik cipőjét nem veheti föl. Fölvenni a kéket, de hát nem. Mert a drappot kell fölvennie. Valaki ezt így kitalálta. A királyra vigyáznak, és ő maga is mindig vigyáz magára. Hogy le ne egye az ingét. Rögtön fel kell húzni egy másikat. Tartalék, szolgálati ingek. Kéznél van a tartalék. Még egy kavics sem lehet a levesében. Egyszer mégis találtak egy kavicsot a lencse főzelékben. Felakadt a szakács. Ne akadjon fel. A király titokban örült, hogy egy kavicsot talált a lencsében. Arra gondolt, hogy még sohasem talált a lencséjében semmit. Most pedig egy kis kő. Na végre, van valami a lencséjében. Végre valami van. Történt egy s más. Igaz, hogy majdnem kiköpte a fogát. Az történt, hogy majdnem kitörött az egyik foga. De végül is nem törött ki. Noha lötyög kicsit, ám de bennmarad. Behívatták a szakácsot. Meg lett neki mutatva a kavics. Napokig teljesen kétségbe volt esve az a szegény szakács. De szerencsére semmi baj sem történt. Gyorsan elfelejtették az egészet. Elfeledkeztek róla. Erről az esetről is. És semmi baj nem lett belőle.